A legutóbb tavaly augusztusban telepített automata illemhelyét az Adivárosi tónál. Ez volt a harmadik olyan modern, vandál, biztos és mozgáskorlátozottak számára is könnyedén használható közterületi WC, amit Radnóti Ákos alpolgármester javaslatára helyeztek üzembe Győrben. Bevált az országos szinten is ritka kezdeményezés, hiszen a számok és a tapasztalatok azt mutatják, jól működnek az automata illemhelyek. Egy éve készült el, sőt kicsit több mint egy éve most már, hogyha visszatekintek a belvárosban, az első a Bizinger játszótéren. Fontos volt, hogy ott egy vizes játszótér van, de hogyha nem működik a játszótér a téli időszakban, akkor is ugye nagyon sokan ott vannak a parkban. A számok azt bizonyítják, hogy egy év volt, az több mint 4000-en vették igénybe, tehát jelentős számról beszélhetünk. A másik beütemezett, ugye szintén belvárosi helyszín volt, kicsit más ponton, a Cechmeister utcában, Rába part melletti terület, egyrészt turisták által kedvelt hely, ott a virágpiac is, parkolók vannak, autóbuszparkolók is vannak, forgalmas útvonalról van szó, és a rakparton ugye gyakran este-éjszakai élet is zajlik, és nagyon fontos volt, hogy illemhelyet tudjunk biztosítani. Az tavaly évben nyár közepén készült el, és azt gondolom, hogy ott is a számok ugye bizonyítják, hogy több mint 3000-en használták. Az Adivárosi volt, ami lényegében a tópartira ígértük meg, és ahogy megígértük, el is készült augusztusra. Itt is jók a számok, összességében nézve a 3 illemhelyet több mint 10 000-en vették igénybe. A közterületi WC-ket a többség rendeltetésszerűen használja, csak néhány kisebb rongálás történt az elmúlt időszakban. Éppen a rongálókkal szemben jelent védelmet a közterületi kamera, mind a 3 illemhelyet rendőrségre bekötött szerkezet figyeli. Külső helyszínként mindegyik megvan kamerával figyelve, tehát hogy a közbiztonságra is figyelve, a rongálásokra figyelve, rendőrségre bekötött kamera külső részt ugye mutatja, és a visszajelzések is egyértelműen jók, úgyhogy szeretnénk, ha ebben az évben további helyszínen is igénybe tudjuk majd venni ezt, hogy telepíteni lehessen egy ilyen automata illemhelyet. Tény, hogy vannak meglévő nem automata illemhelyek, és Dunakapu téren is működik, Szabadsajta utcában, Megyeház alatti téren is, tehát azokra is ugye szükség van, hogy működjenek, de azt gondolom, hogy így jelentőset léptünk előre ezzel a hárommal. Mivel kedvezőek az eddigi tapasztalatok az automata illemhelyekkel kapcsolatban, a tervek szerint idén is telepítenek majd ilyet. Azt, hogy hova, egyelőre nem árult el az alpolgármester, de az biztos, hogy forgalmas és népszerű területen állítják majd fel Győri már negyedik automata illemhelyét.